Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, mi foglalkoztatja őt, az középen látható, itt felül és alul. A kezében tartja az arany érméket. Ez lehet az anyagi helyzete, amit ki kell egyensúlyozni, a bevétel és kiadás. A munka, a hivatás összefügg a pénzügyi dolgokkal. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat, például két lehetőség, ahol döntenie kell, de még kicsit vacilál. Hamarosan meg fogja hozni ezt a döntést, hiszen kezébe veszi a dolgokat. Itt a kezében van a bot, ami jelenti a tűz elemét. És a tűz eleme az mindig aktív. Cselekedni fog, kezébe veszi a dolgokat, és valamit maga után hagy. Lezár valamit. Lesz egy új irány, lesznek változások. Ez lehet az anyagi helyzete, ez lehet a munkahely, a párkapcsolatban jelentik ezek az érmék az értékeket, a belső értékeket is. De valamit lezár maga mögött. Ami itt is látható, hiszen itt még három bot van, itt viszont csak kettő. Ez jelenthet szerződéseket, ez jelenthet egy pár kapcsolatot, a kapcsolatot kettőtök között. Ő ugyan hátat fordít még, de mégis ott vagy a közelében, mert ez a bot itt a háttérben téged szimbolizál. Ami őt illet, kezébe veszi a dolgokat, cselekedni fog, döntéseket hoz. A kezében ott van a glóbusz, az jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Itt látható még nála a szomorúság, hiszen igazságtalanságok érték őt, vagy valaki kihasználta őt anyagilag, vagy nem volt meg a megbecsülés a munkahelyen. Itt is látható még a szomorúság, hogy összehasonlítja magát másokkal, hiszen itt a bal oldalon az érmék másokra utalnak, hogy ők jólétben élnek, szerencséjük van, megkapják az elismerést, tehetségesek. Ő meg itt áll egyedül, szomorú, és úgy gondolja, hát én nem érdemlem meg, hogy szerencsém legyen, pedig ha megnézzük a képet, ő sokkal magasabb másoknál, és ott van előtte az arany érem, ami jelenteni az ő lehetőségeit. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Voltak nála kihívások, támadások, nem volt benne egy könnyű helyzetben. És ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz, mint egy királynő, beszélgetsz vele, adsz egy jó tanácsot számára, hogy mit kellene tennie, ő ezt elfogadja, és ezzel győzni fog, sikerei lesznek. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyánk. Itt a virágcsokor jelent egy jó lehetőséget. Szerencséje lesz. Ez lehet nyeremény, ez lehet egy jó munkahelyi ajánlat, ez lehet a te szépséged, nőiességed, hogy ott vagy mellette, segítesz neki. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, ő is cselekedni fog, te is mozgásba jötsz, lesz közeledés.
Itt a gólya jelenti a változásokat. Nem marad ő ebben a helyzetben, és lezárja ezeket a dolgokat, kapcsolatokat, ami elszomorította őt. A gyűrű jelenti a kapcsolatot veled például, vagy jelentett szerződéseket, ami az anyagiakat vagy a munkáját illeti. Ő cselekedni fog, más irányba tekint, lesznek utazások, lesz egy szerencsés fordulat. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, a mozgást és a beszélgetést. Az, hogy benne volt ebben a nehéz helyzetben, erről ő beszámol. Beszélni fogtok nyíltan egymással. Neki sikerei vannak, ő jelenleg ezt még nem látja, hiszen itt van a felhő számára, ez még átláthatatlannak tűnik, de jó úton halad a te segítségeddel együtt. Itt megjelennek az egerek, és ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Lehet, hogy fél attól, hogy elveszít téged, de az egerek gyakran tudnak segíteni, hiszen eltávolítják a kihívásokat, a szomorúságot, eltávolítják ezt az igazságtalanságot is. Az ő jelenlegi helyzete... Ő még benne érzi magát ebben a toronyban, keres egy kiutat, keres egy megoldást. Ez a torony lehet egy bírósági ügy is nála, amire ez a kép is utalhat, vagy egy hivatalos dolog, vagy egy nagyobb cég, vagy valaminek a kiépítése. A te jelenlegi helyzeted... Itt a ház szintén azt jelenti, hogy így közösen ki tudtok építeni valamit, vagy azt is jelentheti a kártya, hogy ő útban van hozzád, meglátogat téged. Esetleg utalhat családi kapcsolatokra, ahol még valami átláthatatlannak tűnik. És ez volt az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!